Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és külön köszönöm előadóinknak, Balla Tibornak, Forrai Juditnak, illetve Kis Gábornak, hogy személyesen is eljöttek. Széchenyi úr már úton van. Már erre felé van. Jó, akkor hamarosan ő is betoppan közénk, és még szeretném megköszönni, hogy elvállalták a részvételt a rendezvényünkön. Ez a rendezvény tulajdonképpen egy rendezvénysorozatnak egy része, amelyel a Habsburg Történeti Intézet az első világháború 100. évfordulójának tematikájához illeszkedik. Legutóbb, június 26-án a Hős vagy terrorista című rendezvényünkkel emlékeztünk meg az első világháborúról, jelenlegi témánk pedig a háború és a szexualitás. A háború felborította a civil társadalom békebeli egyensúlyrendszerét, nagy tömegű férfit vont ki a társadalomból, és így nagy tömegű nő maradt partner nélkül a hátországban. Mindez kihatott a szexualitás társadalmi kezelésére, illetve a szexualitás gyakorlatára is. A fronton szolgálatot teljesítő katonák esetében is különböző módszerekkel próbálták enyhíteni a hosszú távollétet. A kerekasztal ezt a témát fogja körüljárni. Először is bemutatnám Balla Tibort, ő fogja kezdeni az előadást. Minden esetben 15 perc előadást biztosítunk előadóinknak, én ilyenkor jelzem nekik, hogy pár percben összefoglalják a további mondandójukat, ugyanis mindenképpen szeretnénk lehetőséget adni egy közöttük lévő beszélgetésre, illetve később a közönségnek is, hogy kérdezhessenek. Úgyhogy ha szigorú vagyok, akkor elnézést, ennek ez az oka, hogy szigorúan kell tartanunk az időt. Akkor tehát bemutatnám Balla Tibort. Balla Tibor hadtörténész, levéltáros, a hadtudomány doktora, az MTA doktora, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa. 1990-ben végzett a József Attila Tudományegyetem történelem földrajz szakjain. Ettől az évtől kezdve a Budapesti Hadtörténeti Intézet munkatársa lett. 2005-2012 között a Hadtörténeti Intézet és Múzeum bécsi állandó hadilevéltári kirendeltségének vezetője. 2012-től a Hadtörténeti Intézet osztályvezetője, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem történelemtudományi doktori iskolájának tagja és oktatója. Főkutatási területe az osztrák-magyar monarchia és az első világháború időszakának magyar, illetve egyetemes hadtörténete. Akkor megkérném, hogy tartsa meg előadását, és majd jelzek. Köszönöm szépen, tisztelettel üdvözlök mindenkit, és örömmel látom, hogy ez a téma azért nagyon sokunkat vonza. És én rögtön el is kezdeném az előadásomat, amelynek a címa Nagyháború osztrák-magyar tábor, illetve tartalék bordéjai címet viseli. Kezdjük el ott, hogy gyakorlatilag már évezredek óta a legősibb mesterségként elhíresült prostitúció története az végigvonul a háborúk történetén is, hiszen tudjuk, hogy Mars és Érosz tulajdonképpen kéz a kézben karöltve jártak az évszázadok során. Az első világháborúban a hadseregek központilag is töregettek ennek a tevékenységnek a szervezett keretek közé szorítására érthető módon. És mint tudjuk, 1914 végétől 1915 elejétől a korábbi mozgó háború az a lövészárkokba költözött, és a legtöbb fronton már állásháború alakult ki. A lövészárkokban a katonák több hétig vagy több hónapig ugyanabban az állásban harcoltak, és hát ezekből kiszabaduló katonák jelentős része előbb-utóbb felkereste ezeket a katonai nyilvános házakat, vagyis tábori vagy tartalék bordélyokat. Néhány a témával kapcsolatos kiállításból származó tabló képeit fogom önöknek majd bemutatni. Ez a tematikus megközelítés, a közeledés a helyi lányokhoz címet viseli. Itt különböző harctereken felvett korabeli fotókat láthatunk. Minden esetben osztrák-magyar katonák láthatók a helyi civil hölgyek társaságában. Ehhez nem igazán akarok különösebb kommentárt fűzni, ezt mindnyájan jól láthatóak, hogy jól láthatják, hogy milyen események zajlanak a fotókon.
A következő tablón látjuk azt, hogy a katonák vágya az nem csak abban öltött testet, hogy meglátogatták ezeket az általam már említett tábori bordélyokat, hanem például hóból is különböző nő alakot viselő szobrokat faragtak ki, illetve hát látunk itt a jobb felső sarokban egy rajzot, amely az egyik vöröskeresztes nővért ábrázolja, hát igencsak lenge öltözetben. És most térjünk rá konkrétan arra, hogy az osztrák-magyar hadvezetés milyen intézkedéseket tett ennek a, hogy mondjam, tehát institucionálására, majd csak ki tudom mondani, bocsánat. Tehát elsősorban a nemi betegségek elleni védekezés volt az a legfőbb szempont, amiért elrendelték a tábori és tartalék bordélyok létrehozását. Célja alapvetően a frontkatonák egészségének megőrzése, illetve a nagyobb járványok elkerülése volt. Ehhez eszközként a hölgyek egészségügyi állapotának nagyon szigorú orvosi ellenőrzése volt az egyik alapvető intézkedés. A katonák csak az előírások betartása mellett vehették igénybe a hölgyeknek a szolgáltatásait. A következőkben, jobb felső sarokban látunk egy cirkuszi kocsiból kialakított, alkalmi tiszteknek szolgáló tábori bordélyt. Itt két hölgyet látunk mosolyogni az ajtóban, illetve az ablakban. Az alatta levő rajz gyakorlatilag egy korabeli elképzelt bordélyházi jelenetet ábrázol. Bal oldalt alul pedig különböző olyan eszközöket láthatunk, amelyeket használtak a hölgyek a betegségek megelőzésére, de erről majd Kis Gábor kollégám valószínűleg többet fog mondani előadásában. 1915 nyaráról származik az a szervezeti szabályzat, amelyet kiadott az osztrák-magyar hadvezetőség a témát illetően. A bordélyokat tulajdonképpen sorszámmal látták el, a tábori hadsereg részeiként funkcionáltak. Mindegyik gyalog, illetve lovas hadosztály parancsnokságnál egy-egy tábori, a fontosabb úgynevezett hadtápállomásokon, várakban tartalékbordélyokat állítottak fel. Céljuk alapvetően a tisztek és a legénység szexuális életének a megkönnyítése, igényeinek kielégítése, illetve a hátországból érkező pótalakulatok, tehát akiket gyakorlatilag a fogságba esett, illetve elhunyt katonák pótlásaként küldtek az ezredek feltöltésére, tehát ezeknek a pótalakulatoknak a szexuális felvilágosítása is volt egyben. A szervezetét tekintve gyakorlatilag ennek az egész rendszernek az élén egy osztrák-magyar tábori bordély ügyek főnöke állt, amely a közös hadügyminisztériumban Bécsben székelt, helyettese a hadsereg főparancsnokságon a tábori bordélyok főfelügyelője volt, a hadsereg parancsnokságokon egy-egy tábori bordély felügyelő működött. Minden bordély élén egy igazgató állt, alája az első és második osztályú örömlányok, róluk még majd hallanak tőlem nem sokára, egy madám és egy tisztviselő tartozott. Természetesen ez egy elméleti felépítést, szervezetet feltételezett, hiszen a gyakorlatban azért ez nem mindig így valósulhatott meg. A következő ábrán, itt gyakorlatilag ez a jópofa rajz az érdekes, ez a karikatúra, a hölgy az ablakban könyököl, és láthatjuk a feliratot rossz magyarsággal, itt beteg szabadság, gyere lőni, és németül pedig bei mir kranken Urlaub, azt hiszem ehhez nem kell semmilyen magyarázatot fűznöm. És most térjünk rá arra, hogy gyakorlatilag az örömlányok milyen beosztásban dolgoztak. Két fajtájuk, úgymond fajtájuk létezett, a tiszti, illetve az első és második osztályú legénységi örömlányokat különböztették meg. A tiszti örömlányok esetében a fő, a törzstiszteket, illetve a tábornokokat szolgálták ki. A monarchia hadseregében főtisztnek a százados
hadnagy századosi, a törzstisztek az őrnagy ezredesi beosztást jelentették, a tábornokokat természetesen a vezérőrnagytól egészen a tábornagyig kell érteni. Ők 30-60, illetve 120 percet kaptak, ennyi állt rendelkezésükre a légyott lebonyolítására, és még ezt is meghatározták, hogy naponta összesen 6 alkalommal állhattak a kuncsaftok rendelkezésére. A tábornokokat kiszolgáló örömlányok különös kegyben részesültek, hiszen vörös lampaszt viselhettek harisnyájukon az előírások szerint, ami azért egy elég érdekes lehetett a valóságban. A legénységieknél az első osztályúak az altisztek, a második osztályok pedig a rendfokozat nélküli bakák számára álltak rendelkezésre. Ők mindösszesen 15 percet kaptak, tehát ennyit töltettek az örömlányok társaságában. Naponta átlag 12-szer a szabályzat szerint, azonban a gyakorlatban ez sokszor 30-100 alkalmat is jelentett. És természetesen gondoskodtak az utánpótlásról is, hiszen egy hátországbeli úgynevezett prostituált avató bizottság utalta ki a pótlást a frontra, de 6 testenként egy-egy mozgó bizottság is működött. Meghatározták azt is, hogy 18 év alatti hölgyek, illetve gyenge testalkatúak, terhesek, szüzek, illetve házasságban élők nem voltak alkalmasak erre a munkára. Ruházatukról is gondoskodtak központilag. A vöröskeresztes ápolónők uniformisára hasonlító úgynevezett csukaszürke tábori öltözetet viseltek, fekete karszalaggal, fekete félsejem, illetve vörös pamut harisnyával. Természetesen a fokozott igénybevétel és a nemi betegségek veszélye miatt csak nagyon rövid ideig dolgozhattak általánosságban, sokuk a nélkülözés miatt, illetve korábban már ezt az ősi mesterséget űzve került a bordélyokba. Számosan összeomlottak pszichésen, illetve sokan az alkoholba menekültek. Egy nagyon durva dolgot fogok most önöknek említeni. A szabályzat még azt is meghatározta, hogy tehát ebből a rendszerből csak lefelé volt kijutási lehetőség. Tehát a tiszti örömlányból lehetett legénység örömlány, első, illetve második osztály, amikor már úgy ítélték meg, hogy gyakorlatilag sem pszichésen, sem testileg nem alkalmas erre a munkára tovább, akkor a szabályok szerint billogot sütöttek a hátsójára, és lehetőség szerint megfertőzve át kellett küldeni az ellenség lövészárkába. Most ez elképzelhető, valószínűleg a gyakorlatban ez nem sokszor történt meg, mert erre nem olvastam semmilyen korabeli forrást, de a szabályzat rendelkezése szerint ennek így kellett volna történnie. Következő képen a tábori bordély, egy korabeli képen a tábori bordély szépeit láthatjuk. Azt hiszem, hogy nem kell semmilyen magyarázatot fűznem ez a képhez. Elég annyit mondok, hogy nem a mai 21. századi szépség ideáról van szó alapvetően, viszont felhívom a figyelmüket, hogy mind a három hölgyön ez a bizonyos csukaszürke szoknya található ezzel a fekete blúzszerű felsővel. A bordélyokról elmondhatjuk azt, hogy számuk elmaradt a valós igényektől, felszereltségük, mint említettem, hát elég puritán volt. A tábori bordélyok alapvetően a front közelében elhagyott kastélyokban, falusi házakban, kúriákban, fabarakokban, illetve üres vasúti vagonokban működtek, személyzetük sokszor csak 2-3 főből állt. A tartalék bordélyok viszont már a civilek által korábban is használt ilyen épületekben, általában a front mögötti úgynevezett hadtáp területen működtek. A tiszti és a legénységi bordélyok nagyon jól elkülönültek, az utóbbiak előtt általában mindig hosszú sorok kígyóztak, tehát erről lehet felismerni, hogy a legénységi bordélyokról van szó. És alapvetően a nemi betegségek megelőzése volt ezeknek az intézményeknek a célja, tehát itt alapvető higiéniai és egyéb előírásoknak is meg kellett felelniük. Először is több nyelven tájékoztatták a látogatókat az előírásokról. A hölgyek, a beteg, illetve részek katonát nem voltak kötelesek kiszolgálni. A
kondom használatát, ennek darabja körülbelül 20 fillér volt akkoriban, tehát nem egy nagy összegre kell gondolni, és vagy a hímtag borvazeniles fertőtlenítését követelték meg. A távozás előtt ismét kötelező fertőtlenítésen estek át a katonák. A személyzet egészségét rendszeresen felügyelték a katonaorvosok. A hadseregeknél felvilágosító oktatást tartottak a nemi betegségekről, ingyenes brosúrákat és óvszert osztottak ki a katonáknak. A katonaorvosok heti 2-3-szor megvizsgálták a bakákat, a szabadságra utazókat és a hátországúra a frontra visszatérőket egyaránt. Akik szándékosan megfertőzte magát nemi betegséggel, vagy azt eltitkolta, az fogházra, illetve börtönre számíthatott. Érdekes, hogy a nemi beteg katonák arányát az 1915-ös több mint 12%-ról 1916-ra 6,4%-ra szorították vissza, és ez az arány tulajdonképpen a háború végéig már változatlanul megmaradt, ennyi is maradt. Következő tablón láthatjuk bal oldalt fönt egy szifiliszes beteg következményeit, tehát a szifilisz következmények az illusztrációját, és felhívom a figyelmet a jobb alsó sarokban szereplő képre. Erre a bizonyos, a bakák által csak farokparádénak nevezett rendszeres orvosi vizsgálatra, mert mint tudjuk, hogy a hazautazás előtt, illetve a visszautazás, frontra való visszaérkezéskor is el kellett, hogy végezzenek rajtuk. A katonák a fertőzéseknek több mint felét átlagban a hátországi bordélyokban szerezték, így azokat az erkölcs rendészet a hátországban rendszeresen ellenőrizte, havonta. A fokozott higiéniai rendszabályokat pedig a fertőtlenítés, illetve a tisztálkodás, a nem érintkezés előtt, illetve után ezt nagyon szigorúan betartották. A kurtizánoknak havonta egyszer alapos orvosi vizsgálaton kellett részt vennünk, és természetesen ezt a úgynevezett bárcakönyvükbe ezt rendszeresen be is vezették. A titkos prostitúciót ezt rendszeres razziákkal szorították vissza. Most elképzelhető, hogy a vasútállomásokon, a különböző szórakozó helyeken azért ez mindezek ellenére továbbra is virágzott. A nemi beteg katonáknak, illetve örömlányoknak külön kórházakat és osztályokat állítottak fel a monarchia, illetve a monarchia katonái által megszállt területek nagyobb városaiban, így például Bécsben, Budapesten, Prágában, Brünnben, illetve Belgrádban. A neves korabeli orvos szakírók publikációkkal hívták fel a figyelmet a nemi betegségek elleni harc fontosságára. A következő tablón gyakorlatilag a bal alsó sarokban látható a belgrádi bordélynak az épülete, és a többi kép az gyakorlatilag az itteni életképeket mutatja be, az alsó, jobb alsó sarokban pedig az orvosi rendelőben a vizsgálatra váró orvos mutatja. És most egy pillanatra visszaugranék. Ugye nem csak neves korabeli orvos szakírók nyilatkoztak meg ebben a témában, hanem valószínűleg a hadvezetés által megrendelt kis füzetek is napvilágot láttak. Itt egy idézetet szerettem volna felolvasni, de erre már nem marad időm. Csak egy nagyon érdekes dolog. A Magyar Abstinens Orvosok Egylete által írt kis füzetecskéből egy 9-10 pontos kis részt szerettem volna felolvasni, de sajnos erre már nem jut időnk, és eljutottunk az összegzéshez. A front közelében megnyilvánuló, ott működő nyilvános házakat a háború kezdetétől a nemi betegségek visszaszorítása elleni harc hívta életre. A császár és királyi katonai hatóságok intézkedései következtében a tábor és tartalékbordélyok házata viszonylag hatásos fegyvernek bizonyult ez ellen, valamint a fertőzött személyek kiszűrése terén is. A hadvezetés, a tisztek és az egyszerű bakák nagy megelégedéssel fogadták ezeknek a bordélyoknak a működését, és nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem a megtisztelő figyelmüket. Köszönöm.
köszönöm az előadást is, hogy ilyen szigorúan tudtuk tartani az időt. Annyit szeretnék kérni, hogy akik hátul esetleg állnak, hogy itt még vannak szabad helyek, nyugodtan el lehet foglalni ezeket a székeket. Jó. Akkor bemutatnám második előadónkat, Forrai Juditot, orvostörténészt. Tanulmányait a Semmelweis Egyetem fogorvoskarán és az LTBTK történelem és muzeológia szakán végezte. Fog- és szájbetegségek, társadalomorvos tanszakorvosa, egyetemi tanár, az MTA doktora, kutatási területei részben az orvostörténet irányában, részben a társadalom orvostan, a szociális medicina, ezen belül a szexológia területe felé irányul. 1989 óta a Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézetében orvostörténetet és társadalomorvostan tanít. Alapítója a Szexedukáció Kiemelten Közhasznú Alapítványnak, több hazai és nemzetközi civil szervezet, tudományos társaság tagja. Akkor át is adnám a szót és a lehetőséget. Köszönöm szépen, szeretettel üdvözlök mindenkit, és egy leesett. Köszönöm a meghívást. Előjáróban annyit szeretnék mondani, hogy nem egyeztettünk, úgyhogy lesz egy-két hasonló adat, azon át fogok menni, hogy ne húzzam az időt. Az ókortól kezdve minden háborús eseménynél a nők jelen voltak a katonák életében. Az ókori társadalmakban nem prostituáltak voltak, nem szexuális szolgáltatók, hanem a feleségeiket vitték magukkal az emberek, a katonák. De a középkorban, az újkorban és a koraújkorban teljesen megszokott jelenség volt, hogy a katonaságot nők követik. Részben napközben ápolták őket, még a kezdet kezdetén, aztán éjszaka másképp ápolták őket. Úgyhogy ez nem volt egy akkora nagy esemény a első világháborúban, hogy tábori bordélyokat hoztak létre. Én inkább úgy közelíteném meg ezt a témát, hogy ez az egészségügyi szervezés mennyire határozottan és mennyire célszerűen próbálta ezt a problémát. Az egyik probléma a szexuális igény és a hozzávaló szolgáltatás, valamint a szexuális aktus során megkapott nemi betegségeknek a kezelése. Természetesen a hadseregben inkább a nemi betegségek kezelése volt az elsődleges cél, nem az, hogy a katonák jól érezzék magukat, az másodlagos cél volt. Itt csak néhány képet mutatnék a háborúnak a elhelyezkedése, csak hogy képben legyünk, hatalmas nagy mennyiségű, tömegű katonák vettek részt a háborúban. És hát az egyértelmű volt már a kezdetén, hogy mindenféle fertőző betegség felütötte a fejét. Az, ami a legbonyolultabb és a legégetőbb szükség volt, az a tifusz betegség volt, és ezért azt gondolták, és hát még több fertőző betegség, úgy gondolták, hogy azonnal és gyorsan kórházakat kell létrehozni, fertőző szűrő állomásokat, ahol a betegeket meg lehet szűrni, és aztán onnan lehet osztályozni, a sebesülteket nyilván majd gyógyulni fogják vinni, a fertőző betegeket ott helyben gyógyították, és azok, akik majd később meg fognak más betegségből gyógyulni, azokat pedig a hátország különböző kórházaiba szórták széjjel. Szám szerint összesen 14 úgynevezett megfigyelő állomást hoztak létre. Ez a hat szintérhez közel állt, nagyon jó vasúti csomópontok és elhelyezkedés, tehát a szállítás, a beteg szállítást meg kellett oldani. És hát ez a 14 megfigyelő állomásnak az volt a célja, hogy a fertőzött betegeket, azok, akik még inkubációs időben vannak, tehát már megkapták a fertőzést, de még nem jött ki rajtuk a különböző tünet, a kezelő személyzet, aki nyilván egy idő után megfertőződik a fertőzött betegeknek a kezelésében, a sebesülteket, a tüdőbetegeket és a nemi betegeket kellett ellátni. Kétféle típusú kórházat hoztak létre, a hadügy és a belügy építkezésbe kezdett. Nyilván ezeknek a kórházaknak a felépítésénél az volt a cél, hogy minél gyorsabban és lehetőleg olcsón és azonnal működő képesek legyenek.
A hadügy, amelyik létrehozta a barakkórházakat, azok kátránylemezzel borítva át egy olcsóbb megoldást, a belügy az viszont tégla és betonépületeket hozott létre, de mindegyikben alább felsorolt és itt leírt gazdasági épülettől kezdve a szemétégető, a hullaház, a kaszinó, mindenre szükség volt, tehát ez mind a két típusú kórháznál jelen volt. Hogy milyen volt a betegforgalom, az általános betegforgalom, nyilván 14 után egy évvel később tudták a statisztikai adatokat összeállítani, összesen 533 ezer embert, katonát szűrtek meg ebbe a 14 szűrőállomáson, ebbe a 14 állomáson 38 ezer férőhely volt, ebből közel 1000 kolerásat, 359 kiütéses tifuszos beteget láttak el. Laborvizsgálat volt, röntgenvizsgálat volt, tehát egy komplett kórházat hoztak létre itt a 14 szűrőállomáson. Halálozás az nem volt olyan túl sok, ahhoz képest, hogy 533 ezer embert vizsgáltak meg. Hát a boncolás az elég csinyán bántak vele, mert nem volt szakember, aki a szakszerű boncolást elvégezte volna. 187 orvos dolgozott a 14 kórházban, és ebből 34 medikus, aki majdnem mind kitüntetéssel végezte, vagy kapott a II. Világháború után. És hát mindez 34 millió koronába került a hadügynek, illetve az államnak. Ezekben a járványokban, különleges járványkórházokban különleges intézkedéseket hoztak létre. A két legfontosabb, nagyon komolyan fertőző betegség volt a kolera és a tifusz. Hát ezeket a betegeket elkülönítették, ruhát adtak nekik, szőrtelenítették őket, a fanszőrzettől kezdve mindent levágták, hónajszőrzett hajat, tehát mindent próbáltak a korszerű, akkori megfelelő fertőtlenítő szerekkel használni, amit nagy mennyiségben használtak, vagy küldtek a kórházakban. Ez előírás volt, hogy a betegek csak 5 napot tölthettek a szűrőállomásokon, mert állandóan jöttek az új és új betegek. Ezeket a betegeket a következő módon látták el, bementek a borbélyhoz, ahol megnyírták őket, levetkőztették a ruhájukat, fertőtlenítették, megfürdették őket, és akkor jött a bakteriológiai és röntgenvizsgálat. Mint ahogy előbb már hallottuk, ez az álló háború, ez egészen váratlan volt, senki nem készült erre, hogy 4 vagy 4,5 évig fog tartani ez a háború, úgyhogy az álló háborúnak sokféle következménye volt, nem csak a fertőző betegségek készítették ki a katonákat, hanem a háborúnak egyéb egészségre károsító hatása is volt, például az állandó zaj, a magas hanghatások, ez a fény és zajártalom, ez is eléggé hozzájárult a katonáknak a idegi problémájukhoz, lelki problémájukhoz. Nagyon sok poszttraumás sokban szenvedő katona volt, mentálisan érintettek lettek, és egy idő után már pszichológiai tesztet is végeztek, vagy szelekciót végeztek a katonákkal. Ugye ez az az idő, amikor Freud már az analízist elkezdte. Ugyan nem volt arra mód, hogy minden katonát mély analízisbe vegyenek, de azok, akiknek erre, és nyilván tisztek, akiknek erre szükség volt, azok megkapták ezt a... És hát még egy szorító érzés volt, hogy nem lehetett tudni, hogy mikor dobják be őket a háborúba, és hát az a háborúnak a jellegzetes pszichés hatása, hogy nem tudom, hogy holnap élek-e, tehát akkor ma mindent meg kell tennem, amit még esetleg. Én ezt a írásban itt csak utolsó vacsorának mondom, hogy hát ugye a halálra ítéltnek is van egy utolsó vacsorája, megkérdezik kivégzés előtt, hogy mit szeretne enni. Hát ebben az utolsó kívánságban benne van az is, hogy szeretnének egy nővel együtt lenni. Hát, és itt kezdődnek a problémák, hogy nővel együtt lenni. A hátországban ugye a polgári életnek megfelelően jártak a katonák a bordélyokba, a polgári városi bordélyokba, csak hogy ezeket a bordélyokat nem tudta a katonaság kellőképpen ellenőrizni az elején, és így feltételezték joggal, hogy a fertőzéseket, a katonák, a nemi betegséget ezekben a bordélyokban, vagy a magánkénőknél, vagy az igazolvánnyal működő nők
szülőknél, vagy egyszerűen csak barátnőknél megkapják ezeket a betegségeket. Ebben az időben összesen 3 nemi betegséget ismertek, ma már 30-nál tartunk az azonosított nemi betegségeket. Úgyhogy ez a 3 betegség, amiről itt szó van, a szifilisz, az ulcus mulle és a kankó, még egy csomó tünet is volt, csak ezeket akkor még nem tudták felfedezni azokat, vagy elkülöníteni differenciál diagnózissal. Miért emelkedett a korabeli statisztika, a nemi betegek száma a katonaságnál? Hát erre az akkori orvosok nagyon sok okot és indokot próbáltak találni, külön a nők felelősségét és külön a férfiak felelősségét. Mind a két nemnél a nemi erkölcsök lazulását jelölték meg, mint fő ok. Ma már tudjuk, hogy hát nem biztos, hogy az erkölcsök lazulása a fő ok a nemi betegségeknek a elterjedésében. Ennek már eleve ellentmond az, hogy a nős és nőtlen katonák ugyanúgy fertőződtek. Tehát a házasság egyáltalán nem adott védelmet, sőt, módja volt a feleségnek is megkapni a nemi betegséget. És hogyha a feleségnek volt barátja, akkor viszont ő is megkaphatta. A férfi közösség, ugye együtt voltak a férfiak, tehát ez egyfajta ösztönző hatás gyakorolt, hogy prostituálthoz járjanak. Tehát egy házas ember nem biztos, hogy otthon a feleségevel erről beszél, de egy férfi közösségben, a katonaságnál könnyen előfordulhatott, hogy ez volt a közbeszéd, vagy a esti beszélgetések lényege. 1914-ben Majláth gróf és a budapesti királyi orvos egyesületnek egyes tagjai úgy döntöttek, hogy a katonákat meglátogatják a táborhelyeken, mert féltek attól, hogy nemi betegséget fognak kapni halmozott számban, és arra próbálták rávenni a katonákat, hogy abstinensek legyenek. Na most ez ment egy hétig, két hétig, egy hónapig, de a háború 4 évnél tovább tartott. Úgyhogy a második hónap után már ez a fajta felkérés, megkérés, ez nem volt elég hatékony. Tehát az abstinencia egyáltalán nem segített ezen a dolgon. Szeszes ital, ingerlékenység, a szabadságos katonáknak a különböző helyre való járása, az otthoni elbúcsúzkodás különböző módjai adtak indokot arra, hogy a nemi betegségek száma megnőtt. A nőknél viszont úgy gondolták, hogy azért, mert a női lakosságnak a nemi betegsége is növekedett, például a budapesti kórházi adatok szerint a nők, fertőzött nők száma is emelkedett. Itt az indokot arra vették a hangsúlyt, hogy a női erkölcsök természetesen meglazult a gazdasági szempontok, hogy nincs megfelelő keresetük, nincs munkalehetőségük, tehát pénzt szeretnének valahogy, ahhoz szeretnének hozzájutni. A férfiak hosszas távolléte. Gyakori volt a hátországban a beszállásolás az elején, tehát itt könnyen előfordulhatott, hogy a házban lévő vagy a szállásnál lévő nők kerültek fénypontba a férfiak számára. És az első világháborúban az angol szász szakirodalom az úgynevezett khaki fever, a khaki színű ruhának a lázában égtek a nők, úgy azt magyarázták, hogy a nők elalélnak a gyönyörtől, hogyha egy snájdi katonát látnak egyenruhába, és ettől aztán oly könnyen odaadják magukat a férfiaknak, hogy az csak, na ez körülbelül az első világháborútól számítják, ugye a keki színű ruha használata az a brit hadseregnél kezdődött az 1800-as évek közepén. Úgyhogy ezt úgy is nevezték, hogy ez a keki színű láznak az epidémiája volt, hogy a nők fertőzöttek lettek. Mi volt a célja az egészség, a katonai egészségügyi szervezésnek, hogy minimalizálják a nemi betegséget, és ezért a különböző indokokat próbálták, hol fertőződnek, hogy fertőződnek, ezt próbálták felderíteni, és hát arra jöttek rá, hogy már a mozgósításnál, tehát már nemi betegen érkeztek a hadseregbe, fájdalmas búcsúzástól, amit otthonról hoztak, és a másik részlet pedig, amit a hadszíntéren szedtek össze.
hogy mi a célja a megelőzésnek, nyilván a korai felismerés és a megfelelő gyógymód. Össze is állítottak egy nagyon szigorú tervet az egészségügyi bizottság, hogy különböző szankciókat, penalizációt találtak ki az emberek számára, a nőknek is és a férfiaknak is, tehát azok a nők, akik tudatosan megfertőznek egy embert, egy férfit szifilisszel, annak 2 havi elzárást helyeztek kilátásba. Azt szerették volna, hogy minden prostituáltat bordélyba tudjanak, mert a bordélyt akarták ellenőrizni, tehát a futóbárcások, meg a magánkénők, ezeket nem nagyon szerették volna, ha így működnek, mert többféle módja volt a prostituáltaknak a civil életben való működésének. Aztán azt találták ki, hogy naponta kell vizsgálni a bordélyban a nőket, a beteg nőket pedig úgy kell kivonni, hogy internálják őket, és munkatáborokba, hadi munkára kényszerítik őket. A férfiakat időszakosan ellenőrzik, ezt hetente tervezték, az esti kimenőt megszüntetik, hát valószínűleg nem gondoltak arra a klasszikus viccre, mikor a feleség rájön arra, hogy nem csak a férjel, nem csak egyszer, nem csak este, és nem csak otthon lehet szexelni. Attól, hogy megszüntették az esti kimenőt, az nem biztos, hogy ettől megszűnt volna a fertőzéseknek a magas aránya. Az óvszerekkel való ellátás, ezt már hallottuk, a bordélylátogatás előtti orvosi vizsgálat, hát ez sem új dolog a nap alatt, mert Retif de la Breton, aki a francia forradalom előtt a legnagyobb pornó író és tapasztaló, szinte Párizs összes prostituáltját ismerte, és írt rengeteg, 99 könyvet írt a különböző szexuális észleléseiről. Ő találta ki azt, hogy mielőtt a bordélyba, mert már akkor is voltak bordélyok, hogy mielőtt a bordélyba megy egy ember, egy férfi, akkor előtte meg kell vizsgálni, hogy ne fertőzze meg a nőket. És akkor jött a másik ötlet, hogy a bordélylátogatás után is meg kéne vizsgálni a férfiakat. Igen, kényszergyógykezelésre ítélték a szifiliszeseket, és akkor megalkották a 4x4-es mozgó tartalék szifilisz kórházat, amelyik mindig helyszínen volt ott, ahol éppen kellett. 2 hónap alatt 1233 nemi beteget tudtak kezelni. És hát itt már elmondta előttem nagyon szépen a kollega, hogy milyen egyenruhát hordtak a prostituáltak a táborban, mennyi volt a szolgálati idő, miket tettek, de mégsem sikerült teljes mértékben legyőzni a szifiliszt. Ennek az oka a következő volt, hogy ezt morális kérdésnek tekintették, nem volt sikeres az önmegtartóztatás, a bordélyoknak a katonai ellenőrzése ezzel együtt nem volt kielégítő, nem szerették a katonák már akkor se a kondom használatát, pedig nem ilyen lifestyle is, ilyen nagyon finom kondomok voltak, hanem nagyon kezdetleges gumi óvszerek álltak rendelkezésre, és hát sajnos a felvilágosítás és a nevelés is nagyon gyerekcipőbe járt, úgyhogy köszönöm a türelmet. Nagyon szépen köszönöm. Akkor a következő előadónk Kis Gábor lesz. Nem szükséges. Jó, nem kell. Nem megy tovább. Ja. Igen, köszönöm. Na, erről kérlek. Bocsánat, nem is figyeltem. Tehát Kis Gábor, főlevéltáros, a hadtudomány doktora, a hadtörténelmi levéltár levéltárosa, jelenleg a Bécsi kirendeltség munkatársa. Az LTBTK levéltár szakán 1998-ban végzett, ezt követően levéltárosi, majd főlevéltárosi beosztásban a hadtörténelmi levéltárban dolgozott, 2000-től 2003-ig a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem doktori képzésében vett részt, 2012-től a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Bécsi kirendeltségének főlevéltárosa. Kutatási területe az osztrák-magyar monarchia időszakának hadtörténete, publikációi főként az osztrák-magyar haderő katona egészségügyének történetével foglalkozik.
Akkor át is adom a szót. Köszönöm szépen. Előadásom tulajdonképpen kapcsolódna mind a kettő előbb elhangzott előadáshoz. Mindenek előtt azonban szeretnék, ugyanis én másfajta prezentációval készültem, nem csak láthatóan megfogható prezentációval, és én oda is adnám, nyugodtan körbe lehet adni. Tulajdonképpen tessenek nyugodtan nézegetni. Tulajdonképpen kettő, illetve három dokumentumról van szó. Kettő dokumentum az két darab szórólapnak a másolata, amelyről Tibor már beszélt. Ezek a szórólapok tulajdonképpen tájékoztatók. Az egyik az sajnos csak német nyelven van meg, bár az lenne az érdekesebb. A német nyelvű szórólap az éppen a bordélyukban szolgáló kurtizánok számára, illetve a bordét látogató, mondjuk úgy vendégek számára készült. A másik szórólap pedig a szifiliszben megbetegedett, de éppen tünetmentes katonák számára készült, akik éppen szabadságra utaztak haza. Nagyon fontos volt az ő tájékoztatásuk is, hiszen ők attól, hogy tünetmentesek voltak, meg attól, hogy úgy tűnt, hogy ők kigyógyultak, még magukban hordozhatták a betegséget. Ez magyarul van, úgyhogy ezt szerintem mindenki el fogja tudni olvasni. A harmadik dokumentum az egy eredeti dokumentum, Nékám Lajos professzor úrnak a kis tájékoztatója. Az ő szeméről alig, hanem a következő előadásban fogunk hallani, úgyhogy én róla nem mondanék semmit. Hát ennyit bevezetőként. Nos, hát a professzor úr sírja a kis brosúrájában, meg már itt is hallottuk, hogy Marsnak bizony sok köze van Vénuszhoz. Ezt bizonyítani azt hiszem már nem is szükséges. A leggyakoribb nemi betegségekről is volt már szó. Ugye a legproblematikusabb, a legveszélyesebb betegség, nemi betegség abban az időben mégiscsak a szifilisz volt, hiszen ezt egy bizonyos stádium után már nem lehetett gyógyítani. Az első viszonylag pontos írásos feljegyzéseink az első világháborút megelőző, közvetlenül megelőző időszakból, hadtörténelmi vonatkozásban, az az 1870-71-es porosz-osztrák háború, a feljegyzések szerint 33.568 porosz katonát gyötört valamiféle nemi betegség a háborúban. Ezt követően, hát a francia adatokkal sajnos nem rendelkezem, ezt követően a 70-es években számos szifilisz járvány is végig söpört. Ez nem volt túl ismeretlen dolog, 15. században ilyenek már léteztek, elsősorban ugye olasz és francia területeken. 79-ben például Boszniában regisztráltak egy ilyen szifilisz járványt. Ugye a 20. század elejére, ha érkezünk, akkor elmondhatjuk, hogy hát a monarchia fertőzöttsége nemi beteg szempontból, nemi betegség szempontból ugye a középmezőnybe tartozott, vagy annál egy kicsit lejjebb. A civil lakosság körében olyan 1000 főt, hogyha nézünk, akkor 1000 főből 68, és most a férfiakról beszélek, 68 fő már 18 éves kora körül megfertőződött valamilyen nemi betegséggel. A nőknél ez az arány sokkal rosszabb volt. 1000 betegből, női betegből 91 az már szinte gyermekfejjel, tehát 13-14 éves kora körül megfertőződött. A hadsereg is valahol a középmezőnyben állt e tekintetben, a európai viszonylatban, ami azt jelenti, hogy 1000 főből olyan 550-560 nemi beteg volt. Ez az az arányszám, amit a Tibor említett, hogy a haderőnek körülbelül a 6,4%-a volt nemi beteg a háború kitörésekor. Ez a szám ekkor, ez százalékos arányban, ez még alatta maradt ennek, tehát olyan 5,5%. Azt gondolom, hogy nem feltétlen újdonság az előttem elhangzottak tükrében, hogy a haderő nem készült fel a nemi betegségek kezelésére, de ez nem volt csoda, hiszen a hadvezetőség nem is készült egy elhúzódó háborúra. 15 tavaszára azonban
ugye ez a gyors befejezés végképp szertefoszlott, ennek a reménye, és hát a nemi betegek aránya is igencsak emelkedni kezdett, aminek ugye az lett a következménye, hogy 12% a haderőnek nemi betegségben szenvedett, ami azt jelenti, hogy az előbb említett 1000 fő per 550 fő szám az fölment olyan 650 számra. Ezzel még mindig a középmezőnybe tartoztunk, hiszen a többi európai haderőben is romlott ez az arányszám. Az olaszok és a franciák megelőztek minket, ott az olyan 700 fő körül volt. Ez ugye azt jelentette, hogy legkevesebb évente olyan 700 ezer főt regisztrált a haderők, mármint az osztrák-magyar haderő kötelékéből nemi betegként a statisztika, és hát azt is hallottuk, hogy ezeknek a fertőzéseknek a 60-80% ez a hátországból származhatott. Az is kiviláglott az előttem szólókból, hogy a tábori bordélyházaknak a száma az nem volt kielégítő, éppen ezért ugye civil bordélyházakat is létrehoztak, ami úgy amúgy nem lenne újdonság, viszont katonai felügyelet mellett. Ez ugye azt feltételezte, hogy soros együttműködésben kellett, hogy dolgozzon a polgári és a civil polgári, illetve a katonai hatóság. Ennek egyik élharcosa volt a már említett Nékám Lajos. A következőekben kiegészíteném az előttem elhangzottat néhány érdekességgel. 1915. december 22-én ugye a belügyminiszter és a hadügyminiszter közös együttműködése során ugye a belügyminiszter kiadott egy rendeletet, amely ugye pontos előírás közölt, hogy a kénők számára, így fogalmaz a dokumentum. Ugye arról már volt szó, hogy minden kénő köteles a szobájában megfelelő óvszereket, feltöltetlenítő szereket használni. És ami fontos, hogy nem volt kötelező minden hölgynek betérni, mondjuk úgy, vagy bekapcsolódni az ellenőrzött bordélyház munkájába, de ha ezt nem tette meg, akkor bizony nagyon szigorú ellenőrzésre számíthatott, 2 naponta kellett jelentkezniük a rendőri hatóságnál, tehát ez egy vegzatúrának tették ki magukat. És pontosan ellenőrizték, és kvázi, hát idézőjel mondom, ilyen iporűzési engedélyt kaptak, akik vállalták ezt, akár azt, hogy bevonulnak a bordélyházba, akár nem, de jelentkeztek, tehát regisztráltak voltak. Természetesen ezekben a bordélyházakban is megfelelő, ha tetszik, szakirodalmat osztogattak szét, ugye, amiket itt az előbb szétotoztam, valami hasonlóakat kaphattak meg. Ezek a kis brosúrák, tehát teljesen hasonló volt ugye a hátországba osztogatott, meg teljesen hasonló a frontvonalban osztogatott is. És némi színesítésképpen, hogy érzékeltessem, hogy miféle részletességgel maradtak meg dokumentumok az időszakból, elsősorban a bécsi hadilevéltárból, ottani turkálásaim során találtam például ennek az esetnek a leírását. Ugye természetesen voltak olyan kénők, akik ugye nem voltak hajlandóak mondjuk felügyelet alá vonulni, ezeket hívták ugye a titkos prostituáltaknak, ezeket persze szigorúan üldözték, ha úgymond horogra kerültek, akkor internálás várt rájuk, vagy amennyiben fertőzöttek voltak, kényszer gyógykezelés, azt hiszem erről már volt is szó. Érdekes képéken Budapesten, azt hiszem a János kórház területén hoztak létre egy nemi beteg gondozót, de hát ez persze rögtön elégtelennek bizonyult, és tudomásom szerint a legnagyobb kénők számára készült kórház az Miskolcon működött, 800 fő befogatására volt lehetőség. És akkor most jöjjön a kis történet. Temesváron játszódik, a főszereplők Szabó Elemér és Hajnal János Honvéd,
akik úgy egyébként az egyik menetzászlóaj kötelékében éppen a harctérre indulásra vártak, amikor ugye mentő ötletként meglátogatták a Móra utcai bordélyházat. Ugye a mentő ötlet az az volt, hogyha a nemi betegséget szerzünk, és ez ugye rögtön kiderül a vizsgálatnál, akkor bizony megúszuk a harctérre induló menetet, gondolták ők. Ahol ugye állításuk szerint mindketten megfertőzöttek, ezt mondták, hogy a Móra utcai bordélyházba mentek, és ott fertőzöttek meg. A fertőzést okozó hölgy nevét persze mind a ketten elfelejtették. A városi rendőrség az esetet kivizsgálta, a bordélyház tulajdonosát, Kocsis Rózsát, valamint Simon Juliska, Sarcsevics Juliska, Molnár Margit és Neider Anna kénőket kihallgatta, majd szembesítésre is sor került. Végül a hatóság megállapította, hogy a bordélyházban minden a szabályok szerint történt. Az orvosi vizsgálatot a városi orvos hetente kétszer, kedden és pénteken végzi. A kénőket pedig egyenként tetőtől talpig módszeresen átvizsgálta, és mindegyik kölyüket egészségesnek találta. Tehát az említett honvédek kétség kívül egy ellenőrizetlen titkos bordét kerestek fel, ahol szándékosan szerezték a fertőzést, ugyanis végül sikerült megfertőződniük. Csak nem itt. A fent nevezett kénők egyike eskü alatt vallotta, hogy a katonák 5 korona jutalmat ígértek neki, amennyiben segít nekik fertőző hölgyet találni, de ő erre persze nem volt hajlandó. Megkapták ugye az áhított nemi betegséget, ezek ugye a viszonylag veszélytelen, 1-2 hét alatt gyógyuló nemi betegségek lehettek, ugye esetleg a kankó például, és hát az a szomorú tény, hogy a kénők azok sokkal, tehát a felfedezett titkos kénők sokkal szigorúbb büntetést kaptak, mint maguk a katonák, hiszen a katonákra szükség volt a fronton, tehát az ő büntetésük az maximum 1-2 nap elzárás vagy fogda lehetett, illetve a jutalmuk pedig az a 1-2-3 hét, amely alatt ezek a viszonylag könnyebben gyógyítható nemi betegségek gyógyultak. Ugye említettem, hogy 12%-ra nőtt a nemi betegek aránya. 15 tavaszán elkezdődött stílszerű legyek a nemi betegségek elleni harca haderőben is, amelynek azért lettek látható jelei, hiszen a nemi betegségeknek az arányát, azokat sikerült, hát ha nem is radikálisan, de valamelyest a háború kitörésének időszakának a statisztikájára visszaszorítani, ugye ami annyit jelent, hogy ez a 1000 fő per 500-550 fő. Hát, hogy ezt még könnyebben tudják viszonyítani, mert ez úgy amúgy nem tűnik valami magasabb számnak, viszont ha azt vesszük, hogy a haderőbe az első világháború során pontos számadataink nincsenek, de olyan 8-10 millió főt hívtak be a monarchia egészét tekintve, illetve egy adott időpontban körülbelül olyan 2,5-3 millió ember állt fegyverben, tehát ennyi volt az egyenruhás, akkor ez a szám azért elég nagy. Tehát ez 100 000-es létszám, ami adott esetben több hadsereget is jelenthetett, és ugye ezek az emberek, akik kezelés alatt álltak, ezek értelemszerűen kiestek a harcoló állományból. Itt még néhány esetet említenék, ha még van egy-két percem. Annyi biztos van, annyi elég is lesz. Ugye szó volt már az előbb a nemi betegséget szándékosan szerzőkről. Ugye ezeknek a próbálkozásoknak a száma teljesen értelemszerűen a háború kitolódásával ugye egyre növekedett, hiszen egyre többen szerettek volna kibújni a harctéri szolgálat alól. Ugye azt mondtam, hogy ők hát általában a kankót célozták meg, azt szerették volna megkapni. Sokan ugye viszont a biztos lebukás veszélyét is vállalták, hiszen azért a harctér azért az nem volt feltétlen, hát veszélytelen dolog. Ilyen biztos lebukást okozó eset volt például
előidézték bizonyos a húcsőbe bizonyos maró anyagokat, ha belefecskendeztek, ugye ebből az következhetett, hogy gennyes vizelet indult meg egy idő után, ami az avatatlan orvos számára ugye akár nemi betegségre is utalhatott, vagy bármiféle irritálóanyagot befecskendeztek a húcsőbe. Vagy például egy másik esetet is feljegyeztek, hogy a bőrük alá a katonák parafint injekcióztak be, amivel ugye a szifiliszre jellemző fekélyeket is okozhattak maguknak. Persze ezek egy idő után kiderültek, és hát az orvosok is egyre képzettebbé váltak a nemi betegségek tekintetében, hiszen egyre többen vettek részt ugye ezeken a nemi betegségekre felhívó hát tanfolyamokon, ezeket orvosok számára rendezték, épp a Nékám tanár úr is hoz az ő nevéhez is kötődő számos ilyen kis tanfolyam, tehát az orvosok is képezték magukat, próbáltak haladni a fejlődéssel. Ugye mindezen intézkedések mellett persze nagyon fontos volt ugye a parancsnokok szerepe és a felvilágosító munka. Ugye a flugblattokról vagy szórólapokról már volt szó, de persze ezek léteztek különbözőféle plakátok formájában van, és ugye a szállodákban kint voltak, a vasútállomások mentén a fontosabb közlekedési csomópontokon, és hát ugye ezeket általában úgy szerkesztették meg, hogy a monarchia minden katonája számára olvasható legyen, hogy a monarchiában legalább 11-12 nyelvet használtak, igyekeztek minden nyelvre lefordítani, én viszont csak a magyar nyelvűt igyekeztem kiválasztani ezekből, de persze megvannak ezek a bécsi hadilevéltárban megtalálhatóak. Több százezer darab készült ezekből, ugye a német mellett a magyar nyelvű volt a másik leginkább nyomtatott hasonló íromány. Végül pedig még egy adattal szeretném önöket sokkolni. A világháború végéig ugye az említett eredményeket sikerült megtartani, hogy 16 közepére tehető, de még így is, hát pontos statisztika az nem áll rendelkezésünkre, 14 és 17 között vannak statisztikáink. Az osztrák-magyar haderőben olyan 1,5 millió fő összesen, 1,5 millió fő nemi beteget regisztráltak, de ez ugye csak 17. Tehát a 18-as időszak az még sajnos hiányzik, erre már nem készült felmérés, és itt szó volt arról, hogy teljesen mindegy, hogy valaki házastársi kapcsolatban éle vagy se. Egy statisztikát erről is találtam, hogy a monarchia területét tekintve, ugye a monarchia területén működő katonai egészségügyi intézmények felmérése szerint a kezelt nemi betegek között 41% volt az, aki úgy egyébként házastársi kapcsolatban élt. Köszönöm szépen! Utolsó előadónk Széchenyi Mihály, 1980-ban végzett a Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem földrajz középiskolai tanárszakán, majd 2007 és 2010 között az ELTE BTK történettudományi doktori iskola hallgatója volt. 1980-2012 között Budapest főváros levéltárában történész levéltáros munkatársként dolgozott. 2013-tól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem jelenkutató csoportjának tudományos munkatársa. Főkutatási területe a 19.-20. századi Magyarország, elsősorban a társadalomtörténet, a magyarországi szélső jobboldal, a várostörténet és a magyarországi prostitúció története. Akkor lehet is adom lehet. Engedjék meg, hogy fölálljuk, itt nagyon sarokba szólítva érzem magam. Akkor biztos ez... Két megjegyzésre szeretném kezdeni, az első, hogy itt a, talán így is hallható, érces hangom, meg voltam katona, és tudok kiabálni is. Közvetítjük internetet, és nem hallják. Ott nem tudjuk. Az nem jó, két kezet kell használni, de mindegy. Két megjegyzést szeretnék tenni előjáróban. Az egyik az, hogy szeretném a katonák, vagy katonai szempontok és az orvosi szempontok után a civil szférát képviselni. Ez az egyik. Ilyen megközelítésben beszélni a világháború prostitúciáról. A másik, amikor megkaptam a programot, rájöttem, hogy előadó társaim valószínűleg mindent elmondanak előttem, amit eredetileg én is szerettem volna.
Ezért úgy döntöttem, hogy előadásom első részében, hát ennek a nagyon hosszú és bonyolult címnek megfelelően megpróbálok valamit hozzátenni az eddig elhangzottakhoz. A második részben pedig arról szeretnék beszélni példák sorával illusztrálva, hogy hogy zajlott az életben a katonosság, a prostitút és a polgári lakosság kapcsolata. Miként hatott a háború, az első világháború a prostitúció működésére, az abban résztvevő nők és férfiak köztük elsősorban a katonák kapcsolatára. Az első világ, azzal kezdeném először, hogy az első, mert civilként persze, hogy az első világháborút a történészek sok szempontból választóvonalnak tekintik, amely megváltoztatta a világot viselkedésben, mentalitásban, birodalmak dőltek össze, tehát sok minden történt. Én úgy látom, nem vagyok ezzel egyedül, hogy sok esetben csak felgyorsítottak olyan folyamatokat, ezek az események, a világháború, amelyekről azt gondoljuk, vagy gondoltuk, hogy a háború hatására jöttek létre. Például az egyik ilyen nagyon fontos dolog, az egészségügyi ellenőrzés rendszerének a kiszélesítése létrejötte, amit a háború hatásai, hogy ez gyorsabban jöjjön létre, kikényszerítettek, és amelynek egyik megalapozója egy ugyancsak alapvetően civil mentalitású orvos, Nékám Lajos volt, aki 1868-ban született és 1957-ben halt meg. Róla szeretnék beszélni pár szót. Nékám család eredete vagy angolok voltak, vagy németek, de mindesetre Egerből jött az a Nékám, akinek a fia volt Lajos, és aki már fiatalkorában a dermatológia felé fordult, tehát a bőr és egyéb ilyen jellegű betegségek irányába, és 28 évesen már a Fővárosi Bakteriológiai Intézet igazgatója volt. Aztán azért lehetett ilyen gyorsan igazgató, mert ekkor indul az orvostudományon belül is a specializálódás, és ezt a különleges területet választotta. Itt még gondolom, hogy nem volt akkora a verseny, de méltán lett igazgató ilyen fiatalom. Bejárta 1893 és 96 között Európát, hogy megvizsgálja Európa egészségügyi rendszereit, és világát itt ismerkedett meg az eugenikával, amelyik egy nagyon érdekes dolog. Az eugenikát a fajelmélet elődjének vagy annak egyik előzményének tekintik. Ebben a korszakban is természetesen, és erre sok időtetet lehet találni, az eugenikusok fajhigiéniára vagy faj nemesítésre gondoltak sokan közülük, viszont az olyan praktikus emberek, mint Nékám, tehát minden országban voltak olyan emberek, olyan orvosok vagy eugenikusok, akik a saját népüket, nemzetüket, fajtájukat szerették volna nemesíteni. Ez persze jó lett volna, ha így is marad. Viszont Nékám nagyon praktikus ember volt, és arra gondolt, hogy meg kellene vizsgálni, hogy egyáltalán milyen betegek az emberek. Ezért amikor hazajött Magyarországra, akkor a beteg pénztárak betegei részére ingyen gyógykezelést tartott Kőbányán, meg a Váci út külsőn, illetve például 60 ezer elemi iskolást vizsgált meg, és ekkor ismerte föl a nemi betegségek elterjedtségét, és kezdett el foglalkozni a prostitúció kérdésével. Sok könyvet is írt, az egyikben egy egész fejezetet szállna a prostitúció magyarországi történetének, amit klasszikus és veretes mondatait nagyon sok ismeretteresztő munkában, időnként tudományos tanulmányban is föl lehet ismerni, tehát alapos munkát végzett. Munkásságáért 1900-ban magyar nemesi címet kapott. 1910-ben lett egyetemi tanár, és akkor kérte a korabeli belügyminisztertől, hogy bőr- és bujakortani, vagy nemikortani klinikát kellene létrehozni, ami 1913-ra el is készült. Az eddig elmondottaknak megfelelően Nékám úgy gondolta, hogy ahol hatást, vagy ahol fontos lenne az eugenika által értelmezett módján, tehát a népegészségügy terén lépni, az a fertőző betegségek kérdése, mert, mint ahogy ő írta, nálunk, ha valakinek hibájából másnak a szarvasmarhája megfertőződik, a törvény büntetése alá kerül. Legalább ennyit kérünk az emberek számára is. Ha valaki fertőző nemi betegségbe ejt valakit, bűnhődjék érte, meg azon kívül, ugye pedig tartozzék kárpótlást adni, és a gyógyítási költségeket viselni. Szükséges továbbá kimondani azt is, hogy a fertőző betegségben szenvedők tartozzanak magukat kezeltetni mindaddig, míg gyógyulásuk orvosilag konstatálva nincs.
véleménye szerint ilyen jellegű törvényeket kellene hozni. Elnézést, azért dobálom a lapokat ilyen nagy stílen, mert két előadást készítettem, és az elsőből is részeket felolvasok. Külön köszönet Gábornak, hogy Nyékámról nem beszélt. Az áttörés lehetőségét a Budapest és a klinikai szintről a gondok és a problémák országos szinten történő kezeléséhez éppen a háború adta meg számára. A háború és a nemi betegségek című előadásában, amit itt Gábor ugyancsak körbeadott brosúra formájában, ez egy eredetileg egy előadás volt, amit 1915 későszín tartott, és a korszak politikusai és szakemberi előtt ismertette elképzeléseit, és a nemi betegségek veszélyének igazi nagyságrendjét, főként az orvosi továbbképzés vezetői előtt. A polgári statisztikák hiányában is itt is fontos volt számára a háború, sokat segített neki, tehát a polgári statisztikák hiányában a statisztikai, a katonai statisztikák segítségével igyekezett kimutatni, hogy hány nemi beteg is lehet az országban a polgári lakosságból, és nagyon magas számra jutott, mert én nem ismételném meg azokat az adatokat, amelyeket a kollégáim elmondtak. Úgy találta, hogy valószínűleg a polgári lakosságnak mondjuk maximum a negyede e körüli, lehet különböző olyan betegségekben szenved, amelyeket kezeltetni kellene, köztük elsősorban nemi betegségben. Azt találta egyébként, amit szintén elhangzott több előadásban is, hogy valószínűleg a katonáknak legalább a fele a betegséget von Haus-Haus otthonról hozza, nem pedig katonaként kapta meg. Részletesen kifejtette a szükséges intézkedéseket is. A legfontosabb megállapítása ennek ellenére mégis az volt, hogy Európában mindenütt kormányzati szinten foglalkoznak a nemi betegségekkel, illetve az ilyen típusú betegségekkel. Magyarországon, ahogy írta, a mi viszonyunkra jellemző, hogy sem a belügyminisztérium közegészségügyi osztályában, sem az igazságügyi vagy közegészségügyi tanácsban egyetlen e kérdésekkel foglalkozó szakember sem ül. A hatás nem maradt el, itt azt hiszem szóba került az is, hogy 1916-ban magyar királyi kormánybiztossá nevezték ki a nemi bajok ügyében ugyancsak a belügyminiszter. Az új kormánybiztos első dolga volt, hogy ehhez a belügyminiszterhez, Sándor Jánoshoz levelet írt, amelyben javasolta, hogy törvényt kell alkotni, szaktanácskozmányt kell összeépni, és persze ugye fejleszteni kell az egész rendszert. Csaknem ezzel egy időben részt vett a Nemzetvédő Szövetség a Nemi Bajok Ellen nevű szervezet alapításában, amely mint egy társadalmi vagy civil szervezetként egy konferenciát szervezett, amelyiknek rendkívül komoly, nagyon vaskos kötetben jelentek meg a dolgai, ezt szintén mellőzném. A megnyitó beszédben Lukács György, a fehérvári kormány volt a vallás és közoktatásügyi miniszter, a szövetség elnöke mondotta azokat a szavakat, amelyeket az előadásom címeként tüntettem föl. A beszéd fajvédő jellege a korszak egyik sajátos elképzelésének a hatását tükrözte. Az eugenikának valószínűleg Lukács nem teljesen olyan értelmet adott, mint Nékám. De idézném, nem csak több embert kell termelnünk, hanem, és ez a fő feladat, jobb emberanyagot kell biztosítanunk a hazának, és emberanyagunkat erőssé, egészségessé, ellenállóvá kell tennünk. A tennivalók sorában szinte első feladatgyanánt a nemi betegségekkel való eredményes megküzdés feladata jelentkezik, mert a nemi betegségek fő okai annak, hogy a világra jött emberanyag minősége kifogás alá esik. Nagyon érdekes és sajátos paradoxonnak tűnhet, hogy a szövetség választmányában a Feministák Egyesülete 5 főt delegálhatott. Álláspontjuk ugyan a legtöbb kérdésben eltért Lukács Györgynek és társainak nézeteitől, de akadtak közös pontok, hiszen a jelenlevők többsége egyetértett abban, hogy a változás csak a kettős morál, azaz a férfiak és a nők cselekedeteinek eltérő megítélésének kiküszöbölése, megszüntetése hozhat. Nékám Lajos munkásságán alapult részben már a világháborúban is nagyon sok olyan intézkedés, ami hatékonynak bizonyult, illetve a világháború után az ő munkássága is szerepet játszott abban, hogy létrejött a Zöld Keresztes Egészségvédelmi Szolgálat és a nemi beteg gondozó hálózat is létrejött. Tehát ennyivel szerettem volna hozzájárulni az eddigiekhez, és most jön az előadásom második fele, amennyiben megtalálom, és megvan. A háború legfontosabb hatása általában a szexuális életre a születések számának drasztikus csökkenésében mutatkozott meg. A prostitúció számára
És elnézést kérek, ha időnként kis humorosnak tűnik, amiket leírtam, de szándékosan keresem ezeket az eseteket, és olyan eseteket kerestem, amelyek rávilágítanak, hogy hogyan működött ez a rendszer a korszakban, tehát a civil hátországi prostitúció, amelyet elsősorban ekkor, vagy lényegében katonák használtak. Ugyanis átalakult a prostitúció jövedelmezőségi rendszere és területi fontossága is, már hogy melyik területen lett fontosabbá, ugyanis azok a települések váltak a hátországban fontosabbá is, hát a szakma számára is értékesebbé, amelyekben nagy létszámú katonaság tartózkodott, vagy pedig nagy számú katonaság utazott keresztül rajtuk. A monarchia legfontosabb vasútvonaláról van szó, ez a Bécs, Budapest, Miskolc, Duklai hágó Przemyśl vonal, Przemyśl volt az erőd, és Przemyślből vezetett egy vonal a Kárpátok előtt Óderbergig, és Óderbergből újra csak Bécsig, Csehországon keresztül, le egészen a tengerpartig. Itt tudták mozgatni a katonaságot, hogy a front melyik részére kell több hadosztály vagy több katona, és ezeken a helyeken, Kassa nagyon közel volt, 10-valány kilométerre volt ettől a két vágánya rendelkező vasútvonaltól, tehát oda is tudtak vinni, meg vissza, nem kellett megvárni, míg a szerelvények ide-oda tolattak. Ezért az ország összes többi területén panaszkodnak a bordélyosok, hogy kevesebb a kuncsat, hiszen a férfiakat elvitték katonának, a katonaság meg nem ott volt, hanem például mondjuk Miskolcon vagy Kassán. Nagyváradon hiába volt három hatalmas laktanya, hadapródiskola, csendőrkiképző telep, ha a katonaság lényegében ott nem mozgott, vagy csak kiképzésre használta, és a helyi férfiakat gyűjtötték ott össze. Ezzel szemben mondjuk Kassán, az egy kitűnő helynek bizonyult, ott folyamatosan óriási nyomás alatt voltak a laktanyák, és ugye a város is a katonák miatt is, mert sok tisztnek kellett lakás. Tehát Kassáról és Budapestről is esetleg még egy-két helyről hozok példát, ha jut rá idő. Nékám Lajossal ellentétben ugyanis a hatóságok azon az állásponton voltak, hogy a nemi betegségeket elsősorban a prostitúció terjeszti. Így folyamatosan érkeztek a különböző belügyminisztériumi rendeletek, vagy miniszteri rendeletek, amelyek alapján például, amikor rájöttek arra, hogy ugye nem csak szifilisz, hanem például rühességet is lehet kapni, meg sok egyéb kedves betegséget, akkor 1915-ben a rendőrkapitány hozott egy rendeletet. Az üzleti szalonokban is a kénők a lakószobájában lévő összes bőrrel, szövettel, plüsssel bevont díványokat, székeket, ülőpadokat naponként fölcserélendő, világos színű, tiszta vászon takaróval vagy húzattal kell bevonni. És sok hasonló intézkedést hoztak. A házakban dolgozó nőknek azonban más volt a fontos. 1915 végén, 16 elején már komoly problémákat jelentett számukra azt, ami miatt feljelentették a bordély tulajdonosokat, és ez pedig a gyenge ellátás volt. Werfer Józsefné és Horváth Pálné bordély tulajdonosok vallomását jegyzőkönyvben rögzítették. Akik azt mondták, általános tapasztalat a nagy drágoság mellett a rendőrhatóságilag engedélyezett 130 koronából lakást, ellátást és élelmezést lehetetlen adni az alkalmazott kénőknek. Ugyanis a hatóság állapította meg a közösülés díját, és azt is, hogy mennyit fordíthatott a bordély tulajdonos az ellátásra. Ezek a kénők naponta háromszor kapnak ellátást, mondták a tulajdonosok, és pedig ebédre levest, húst mártással vagy körítéssel, azon kívül főzeléket, húsfeltéttel, azokon a napokon, amikor főzeléket nem kapnak, tészta van ebédre. Ozsonnára kávét és kenyeret kapnak, vacsorára pedig levest, sültet hozzávaló salátában. A tiltakozás hatására a lányok ellátási díját először 150 koronára, majd 190 koronára emelték. Később, amikor az infláció megnőtt, akkor ez még komolyabb problémákat okozott. Érdekes problémaként merült föl, hogy ismert a mondás, hogy férfi mögött keresd a nőt. Itt ebben az esetben megfordíthatjuk a tételt, a nők mögött keresd a férfit. A bordélyokat működtető gazdaasszonyok vagy mátamok, azok nők lehettek. Ellenben a bordély tulajdonosoknak a többsége vagy férfi volt, vagy férj és feleség. Kisebb számban, kisebb arányban voltak női tulajdonosok. Viszont a férfi bordély tulajdonosok egy jelentős részét elvitték katonának.
és akkor hát nagyon sok bordélyi válságba került, mert hogy a feleség egyedül nem tudta működtetni, de ez csak egy apró probléma, amit jelzek, hogy ellátás, irányítás, szervezés, élelmiszer milyen sokat jelenthetett. Itt szóba került egy dolog, amit a hatóságok 1916-ban vezettek be, ami akkor komoly újításnak számított. Kötelezték a bordély tulajdonosokat, hogy minden kínút megfelelő számú óvszerrel lássanak el, sőt, azt is, arra is kötelezték a civil bordélyokat az egész országban, hogy az alkalmazott összes kínők szobáiban a látogató férfi közönség értesítése céljából látható helyen és el nem távolítható módon a következő szövegű táblát függesztessék ki. Az orvosilag ajánlott kondom vagy koton óvószer hatóságilag megállapított árban kapható. De elgondolkoztak a dolgon egy picit, ugye már 20 fillér volt az ára, de 20 fillér azért nem volt annyira kevés pénz, főleg a háború 16-ban még talán ért is valamit. És akkor megjegyezték, ezen óvszert azonban a látogatókra rákényszeríteni, vagy azzal bármiképp kereskedni szigorúan tilos. Tehát az is lehet, hogy tiltakoztak a férfiak, mert valóban nagyon durva és rossz minőségű eszközök voltak. A többi eszközt is előírták, amelyről eddig szó volt. A háború zajlott, és Kassán is kialakultak az egyébként csak nagyvárosi prostitúcióra jellemző működési vagy viselkedési formák. Jelezném, hogy még van kb. Két perc. Olyan érdekes lesz pedig. A rendőrfőkapitány kénytelen volt rendeletet írni, mint írta. Hivatalos jelentésekből tudomást szereztem arról, hogy a magánkénők egyes keresett és foglalkozás nélküli férfiakkal tartós szerelmi viszonyt kötnek, és azokat keresetükből állandóan kitartják és mindennel ellátják. Sőt, előfordult, hogy összevesztek a szeretőjükkel, a striciökkel, ahogy írja a rendőrkapitány, és akkor a peres ügyekből kifolyólag foglalkoztatták és zaklatták a hatóságokat. A visszaállítás mellett a magánkénők rejtegették, lakásaikban rejtegették a barátjaikat, és a gyanútlan látogató férfi közönséget sokszor betegséget szerző rettegésnek, sőt, esetleg a kifosztás veszedelmének is kitették. És ami a legérdekesebb az egészben, ami miatt ezt idézni volt érdekes szerintem, nem csak, hogy a közrendre és a közbiztonságra jelentenek nagy veszélyt, hanem ezokból szigorúan megtiltom, rendelt el a főkapitány, hogy a magánkénők állandó szerelmi viszonyt kössenek. Hát ezt nem sikerült elérnie. Ezek a férfiak ugyanis ebben a korszakban főként katonák voltak, akik az uniformis jelezte közösség alapján mindig készek voltak összefogni a civilek ellen. Itt kihagyok egy esetet, amelyben egy kassai bordélyban rejtegetnek egy katonát, egy hölgy a testével fedezi, miáltal a katona elé állt, illetve az ölébe ült, hogy ezáltal annak katonai jellege ne látszódjék. A békés vidéki élet után nézzünk körül a fővárosban is, ahol Nékán professzor előadásain teltház előtt a szifilisz fertőzésének következményeit mutatta be a diákoknak és az érdeklődőknek. Ehhez illusztrációnak egy félmeszterre vetkőztetett huszártisztet használt fel. A nyegle és hiú katonatiszt elfogadta, hogy megbetegedett, hogy demonstrációhoz használják, ám amikor a professzor csodás bajuszával ékesített arcáról kezdett beszélni, jelezve, hogy az ott látható szeplőkhöz hasonló jelenségek, a hámréteg elváltozásai, a szifilisz jelei az arcon, a tiszt felfigyelt, kihúzta magát és hangosan megszólalt. Az arcon? Ugyan kérem. Utasította vissza a szerinte képtelen megjegyzést. A világháború vége felé azonban eldurvultak a viszonyok. Teljesen megváltozott a közbiztonság, ezért nem volt a Nékánféle előadáshoz hasonlóan békés és humoros a helyzet a 7. és a 8. kerületben. A Chicagóban, amikor a Garai utca környékéről az előállított prostituáltak között 1918. december 21-én, tehát a háborút követően bevitték az egyik katonacsapat vezérének, egy JASZ vezérnek, vagy a korabeli sajtó nevezte a barátnőjét, aki őt kitartotta. Kassával ellentétben a főkapitány nem tiltotta be az ilyen típusú szerelmi kapcsolatokat, nem is lett foganatja, mint Kassán sem volt. A lányokat, köztük a Huszár Károly, tehát a Huszár az most Huszár egyenruhában járkált, tehát a Huszár Károly becenevű katona barátnőjét, Katalint, az Óbutca 48-a szám alatti erkölcs rendészetre vitték be, ahol az általános női fogda működött ebben az időszakban. A lány később elmondta, hogy előtte való este a Huszárral szállodában volt, és amikor a leány azt mondta, hogy fél, hogy a rendőrség előállítja, a
A gyerek azt mondta neki, ne félj, én minden áron ki foglak szabadítani. Az előállított barátnőnek a gondos baráti is kitartott, míg ebédet is vitt, és majd ebéd után megjelent egy csapat katonával, tehát a korszak viszonyai meglehetősen vadak voltak. A katonák azt gondolták, hogy ráadásul ez a Huszár Károly egyébként katonai rendész is volt. Tehát szólt, hogy talán a barátnőjét engedjék ki. A kapuban álló polgári rendőr beszaladt az ajtó revolverért, Huszár Károly azonban nem hagyta ennyiben a dolgot, és egy kézigránátot odavágott az ajtóhoz. Nem csupán a civil nyomozó sebesült meg, majd halt bele sérüléseibe, de a merénylő is megsebesült, és a kórházban néhány méterre áldozatától meghalt. Az összes ablak betört, és a lányokat kénytelenek voltak elvinni egy másik helyre. Ezeknek a jelenségeknek bármilyen különös is a tanácsköztársaság vagy proletár diktatúra vetett véget. 1919. április elején bevezették az alkoholfogyasztás mellett a prostitúció tilalmát is, sőt, este 11 órától éjszakai kijárási tilalmat rendeltek el. Ez nem csak azért érdekes, mert a kommun kezdetén maguk a prostituáltak, illetve a prostituáltak egy csoportja szakszervezetet kívánt alakítani, átérezve az új rendszer nagyszerűségét és jelentőségét. Ezt már nem engedték meg nekik, hanem az összes bordélyházat is betiltották. A magyar utcában, talán Magyarország legismertebb bordélya, pontosabban garnizálója volt a Maison Frida, ma a színész otthon működik benne. Április közepén a korabeli tudósítások szerint már csak néhány vendég lézengett. Az intézménybe egy bizottság összeérte a vagyontárgyakat és leártát vett fel, és némi haladékot adott az elköltözésre. Az a hír terjedt el, hogy festőiskolai hallgatók otthona lesz a mulató. A szalomban pedig diákmenza működik majd. Az egyik stílszerűen öltözött piros masnis, piros ruhás, piros sarizsnás, piros cipős lány azt mondta, jó, ő elmegy mozi színésznőnek. Egy másik azonban azt mondta, hogy a szobájában marad, legfeljebb együtt fog lakni a festő akadémikussal, aki ezt valószínűleg nem fogja ellenezni. Egy másik házban, a Rózsa utcában mindenki igyekezett kihasználni az utolsó napokat. A szalomban vágni lehetett a füstöt, olyan vastag volt, telve volt főleg katonákkal, akik egész csoportokban özöllöttek oda. Az üzletvezetőnő lázasan számolta a befolyt összeget. Kérem, mondta, amikor rákérdeztek, mi hozzánk is kigyütt a bizottság, megnéztek mindent, felkeltették a lányokat, felírták a díványt, a mosdót, hogy migyün ide, azt nem mondták. A Maison Frida hallga, és akkor befejez utolsó mondat, mindig az a legszebb perc. Az utolsó mondat arról szól, hogy a Maison Frida lakóinak egy ilyen háborús utáni helyzetet, a katonaság megjelenését, a rendőrség megjelenését, és egy új rezsim új elképzeléseit meg kellett még érniük 1948-ban is, amikor ugyanezeket a lányokat, de ugyanerről a helyről megpróbálták kitelepíteni, csak akkor nem festő akadémikusokat raktak oda, hanem először népi kollégistákat, majd a színészeket. Köszönöm a figyelmet. Igazából azért sietettük eddig az eseményeket, hogy most egyrészt az előadóinknak lehetősége legyen megvitatni egymással, ami még kimaradt, hogy szoktuk emlegetni. Nem tudom, hogy valamelyikük szeretne hozzáfűzni valamit az eddigiekhez. Igen. Bármi. Vagy ebben az esetben akkor a közönségnek adunk lehetőséget, hogy kérdésekkel lássák el előadóinkat. Akár ezt a 8 mondatot is, és akkor utána lesznek kérdések. Jó. Hát ez kicsit több, mint 8 mondat, de szerintem élvezni fogják, legalább annyira, mint én, remélhetőleg. Szóval, a Magyar Abszinens Orvosok Egylete által készített kis felhívásról van szó, és ez szerintem annyira jól szemléltet, hogy hogy próbálták meg győzni elsősorban itt a szoros erkölcsi normákkal rendelkező katonákat, illetve hogy az alkoholtartalom italok élvezetéről való lemondásra késztetni őket. Az egyes pont.
Az összes érzéki vágyak, de főként a természetes nemi ösztön feletti önuralom az, ami az embernek méltóságot kölcsönöz, és őt az állat fölé helyezi. Kettes pont, az alkohol élvezése, akár bor, sör, pálinka, konyak, rum vagy gyümölcsmust alakjában felgerjeszti az érzéki vágyakat, gátolja az embert akaratműködésében, és rendszerint meggondolatlan nemi kicsapogásokra viszi. Harmadik pont, a legtöbb nemi betegséget is így szerzik, a megfontolásnak és a tudatnak alkohol élvezet folytán beállott kábulatában, sőt nem csak részegen, hanem már a kapatos állapotban is. Negyedik pont, aki pajzán könnyelműséggel, s főként aki alkoholfogyasztás hatása alatt magát a házasságon kívüli nemi érintkezés nagy veszélyeinek kiteszi, a súlyos kötelességszegést követel önmagával, családjával és egész hazájával szemben. Ötödik pont, a házas életen kívüli nemi érintkezés magában rejti a fertőző nemi betegségek megszerzésének veszélyét. A kérnők legszigorúbb rendőri és orvosi felügyelete sem elég fegyver ezek egészének biztosítására. Nincs más igazán biztonható védőeszköz e veszélyekkel szemben, mint a házas életen kívüli nemi érintkezés elkerülése. A hatodik pont, a szeszes italok élvezetétől való megtartóztatás csökkenti a nemi megbetegedés veszélyét. Hetedik, a szeszes italok élvezete a nemi betegség lefolyását és tartamát is kedvezőtlenül befolyásolja. Nyolcadik, a nemi betegségek szakszerű kezelése csak is hozzáértő orvos által, de sohasem valamely kuruzsló útján, és főleg ne levélileg történjék. Ha valamely ilyenfajta betegség gyanúja előáll, azonnal orvosi tanács kérendő ki. Minden halogatás súlyosbítja a bajt. És az utolsó pont, minden egyes ember, akinek bujakórja, szifilisze vagy kankója tripper volt, tartózkodjék a megházasodástól, avagy ha már házas, a nemi érintkezés újrafölvételétől, amíg csak azt neki egy megbízható orvos kifejezetten meg nem engedi. Szóval ez lett volna. Köszönjük szépen. Látom, hogy igen, ott. Igen, nekem is Balla úrhoz lenne egy kérdésem, hogy a leharcolt prostituáltakkal szemben ilyen kegyetlen bánásmód, ez egy ilyen KUK jellegzetesség volt, vagy az ellenséges országok hadseregében is hasonló bánásmód volt? Van erre vonatkozóan információ? Hát sajnos csak, bocsánat. Tehát sajnos csak a KUK vonatkozásában tudom ezt bizton állítani, tehát az ellenséges országoknak nem mentem utána, tehát nem, nincsenek erre vonatkozóan megbízható információim. Igen, egyéb kérdés? Akkor jó, elviszik is. Köszönöm szépen. Én is Balla Tibortól kérdeznék valamit. Annyi érdekes részlettel szolgált itt a tábori bordélyok működésével kapcsolatban, és az a kérdésem, hogy milyen források állnak rendelkezésre ezzel kapcsolatban? Hát, most egy kis önraklámot hadd csináljak, ez megjelent a hadtörténelmi közlemények 2010/4. Számában ez a tanulmány, amit én gyakorlatilag felhasználtam a PPT anyag összeállításához. Én ajánlom mindenkinek, ez bárhol hozzáférhető a neten is. És ott megtalálni. Egyébként a bécsi levéltári forrásokból dolgoztam alapvetően. Igen. Tehát én igazából mindegyik előadóhoz tenném fel a kérdést. Lehet, hogy elhangzott, csak elkerült a figyelmet, hogy bérezésről van-e valamilyen információ. Tehát itt arra gondolok, hogy a tábori bordélyok esetében beszélhetünk-e mondjuk elszívó erőről a városi bordélyok, vagy hát az úgynevezett magánpraxisokkal szemben. Tehát van-e erre bármilyen információ? Csak annyit hagyd tegyek hozzá, hogy a tábori bordélyok bérezésével kapcsolatban nem találtam semmilyen iratot, vagy megbízható információt. Gyakorlatilag ebben a cikkben a Szerbiában, Belgrádban működő bordélynak a ellentételezését találtuk meg. Ez a tiszti bordély esetében ez 10 korona volt, a legénységi bordély esetében meg, ha jól emlékszem, 3-4. De én ezt úgy tudom, hogy ez nem kincstári fizetés volt, hanem mindenki a zsoldjából fizette. Hát ez nem úgy volt ellátmány, hogy bementek és jegyet vettek, hanem mindenki maga fizette a maga. Én még csak annyit tennék hozzá, hogy itt szó volt a tiszti és a legénységi kénőkről. Még azt tudom, azt
az infót találtam, szintén ugye a Bécsi Hadilevéltárban, hogy a tiszteknek persze itt is előnyük volt, több idő jutott neki egy-egy légyótra. A legénységnek az kevesebb ideje volt. Igen, egyéb kérdés? Akkor, igen. Nekem is Balla úrhoz lenne kérdésem azzal kapcsolatban, hogy bár a későbbiek során a háborúk jellege természetesen megváltozott, de ezzel párhuzamosan a prostitúciónak a kultúrája hogyan volt megfigyelhető, akár a 20. században, akár a 21. a katonaságban. Hát annyi bizonyos, hogy például a második háborúban is működtek tábori bordélyok, és nagy valószínűséggel állíthatom, hogy akár a legújabb korban, tehát mondjuk Afganisztántól Irakon át, mondjuk az amerikai hadsereg is működtetett ilyeneket, de erre nem vennék mérget, de valószínűleg ebben meg tudnak erősíteni. Tehát ez gyakorlatilag kortól, tértől, hadseregtől független dolog, mint ahogy említettük, tehát ez már egészen a középkortól fogva megfigyelhető jelenség a hadseregekkel összefüggésben. Még azt mondanám, hogy az amerikaiak a vietnámi háborúban az volt nagyon fontos, hogy ott vigyék magukkal a tábori bordélyt, mert nem mehettek ki, kimentek az elején, és aztán fej nélkül jöttek vissza, tehát mindegyiket megölték, hogyha helyi bordélyba mentek be. Ezért aztán rövid időn belül vitték magukkal a tábori bordélyt Vietnámba. Csak annyit elég még hozzá, hogy a francia hadseregben a légióban 1990-ig működtek saját bordélyai a légiónak. A Szoció című internetes folyóiratban erről egy nagyon érdekes visszaemlékezést lesz olvasható, gondolom a következő valamelyik számban. És 1990 után szüntették meg. Amit Judit mondtál, az nagyon hajmeresztő, szegény amerikai katonák fejlőkből mentek vissza. Erről az jut eszembe, hogy azért valamilyen módon mégiscsak kontaktáltak a lakossággal, hiszen 35 ezer gyermeket hagytak hátra Vietnámban, akiket a rendszer gyakorlatilag párjaként kezelt, és hát azt mutatja, hogy biztos, hogy ahol lehetőségük volt a partizánoknak, vagy az elleni harcolóknak, ott meg is ölték őket, de azért... Igen, de hát azért a biztonság, az, hogy biztonságban tudtak kapcsolatokat teremteni helyi nőkkel, ez a 35 ezer gyerek jól mutatja, hogy ez 35 ezer nőt is jelent. A bordélyokat azt nyilván az egy másik dolog, de oda is azért kijártak. Tehát vietnámiak által fenntartott negyedekben is voltak biztonságos bordélyok. Nyilván ez a szerepet játszott az is, hogy jönnek az emberséges katonák, az amerikaiak, a demokrácia, meg minden, és ezzel szemben állt a vietkongok, akik öltek, meg gerillaháborút végeztek. Hát szóval nem tudom, nem voltam ott, nem foglalkoztam ezzel behatóan, csak tudom, hogy volt tábori bordély. Köszönöm. Én arról kérdezném az előadókat, hogy a nemi erőszakok, most a prostitúciónak volt kultúrája, akkor mondjuk annak is, tehát a nemi erőszakok kultúrája, vagy a nemi erőszakok mennyire voltak elterjedtek az első világháborúban, és mondjuk a hadvezetés hogyan viszonyult ez, ugye azt tudjuk, hogy a második világháborúban ennek elég jelentős szerepe volt. Lazán kapcsolódik. Ez nehéz kérdés. Én gondolom itt arra célzott, hogy a megszállt területeken, a megszállt területek lakosságával, hölgyeivel szembeni nemi erőszak. Ugye ez kapcsolható a második világháborúhoz. Biztos, hogy volt ilyen, hiszen ez aligha nem evidencia, de én nem találtam erről feljegyzéseket, semmit, sem a budapesti hadtörténelmi levéltárban, bár ott jóval kevesebb iratanyag van, sem pedig a bécsi hadilevéltárban. Amiről viszont találtam, az a saját hölgyek elleni erőszak. Ilyenekre azért lehet bukkanni bizonyos perek kapcsán. Ugye egy-egy kénő, ugye ilyen-olyan meggondolásból, most vagy igaza volt, vagy sem, ezt ugye a két-három ilyen esettel találkoztam. Nem tudták kideríteni, a hölgy valót állított, vagy pedig utólag
akart valamiféle bosszút állni, tehát hogy feljelentette a katonát, hogy nem fizetett a szolgáltatást követően, vagy nem eleget, de ezeknek a vége mindig az lett, persze mondom, ez nagyon kevés eset, hogy nem arasztálták el a katonát. Szerintem nem, biztos, hogy voltak, de akkor még azért ez nem volt jellemző, hogy kiteregetjük a, mondjuk a szennyest. Tehát a második világháború során is inkább ma, tehát a világháború után 50-60-70 évvel derülnek ki ezek, tehát kutatás, tudományos kutatások alapján. Ugye nyilván ezek ismertek voltak, ezeket tudtuk, ugye az eltelt idő az még nem volt olyan hosszú, mint a világháború során, sajnos ez a generáció már ugye nem él, hiszen 100 éve történt, akik erről tudnának valamit. Kutatás nem tudok, hogy folyna a témában, de hát nem is tudok iratanyagot. Igen? Több mindent szeretnék mondani. Mikor készültem erre az előadásra, először arra gondoltam, hogy ennek az egész pszichológiai hátterét kellene felgöngyölíteni, hogy mi történik a katonákkal akkor, amikor háború van. Tehát mik azok az erkölcsi gátok, civil erkölcsi gátok, amelyek felszabadulnak abban az esetben, amikor háború van. Gondoljunk a délszláv háborúra, vagy bármelyik háborúra. Minden győztes hadseregnek az a vége, hogy rabolnak, erőszakolnak, mert felszabadulnak attól a polgári erkölcstől, amiben addig éltek. Ez az egyik. A másik, ha a prostitúciót nézzük, az tulajdonképpen egy erőszaktevés a nőkön. Még ha van ennek van gazdasági java is. A harmadik megjegyzésem, amit mondod, hogy hát vagy erőszak volt, vagy nem. Tehát ez a csípőből a férfiaknak az, hogy hát ha egy prostituált mondja azt, hogy megerőszakolták, akkor ez biztos nem igaz. Vagy biztos én, nem bocsánat, igaz. Én szigorúan a dokumentumokból tudok tájékozódni. Nem csak helyi cikizés van, hanem az egész társadalmi diskurzus, hogyha egy prostituáltnak bármilyen baja van, vagy feljelentése, vagy testi sérülése, vagy bármi, akkor a társadalom, hát ilyen társadalomban élünk és éltek, az, akkor is az emberek, hogy egy nagy kérdőjel, hogy igaz-e, ha a prostituált azt mondja, hogy hát biztos, hogy a vevőnek van igaza, biztos, hogy a legjobb férj és apa, a testvér, aki elmegy a prostituálthoz, aki hűséges és monogám, annak van igaza, nem a prostituáltnak. Tehát már maga ez a szemlélet is egy erőszak tulajdonképpen. Úgyhogy csak ennyit. Teljesen egyetértek a Judittal, tehát az a szemlélet az olyan önmagában az erőszak. Csak annyival egészítem, hogy Bető Andrea írt ezekről az erőszakos esetekről, a nőkkel szembeni erőszakról. Egyébként a második világháborúban. Így van, második világháborúban. De azért ez az első világháborúban is voltak esetek, amelyek kiderültek, és ilyenkor a katonákat keményen megbüntették. Az első világháborúban, de a másodikban is azokon a helyeken volt különösen probléma az erőszak, ahol olyan harcias kultúrával rendelkező népek ütköztek össze, vagy a saját kormányaik propagandája kifejezetten felszólította őket arra, hogy az ellenség esetében a köznépet, az egyszerű polgári lakosságot is ki kell írtani. Az első világháborúban a szerb fronton zajlottak ilyen erőszakos jellegű cselekmények, a második világháborúban pedig az orosz sajtó volt el, hogy az Öld a Német című verset írt felejthető nevű szerző, de egészen komoly orosz írók is részt vettek ebben a propagandában, és az első kör az volt, hogy amikor elfoglalták Oroszországot, akkor félig kiirtották, és az amerikaiak nyomására hagyták ezt abba. A második probléma az volt, hogy a másik nép vagy nemzet megalázása céljából, amit ők úgy vesztek, hogy jogos, vagy jogosnak tartottak, és sportot üztek az erőszakból az orosz katonák. A harmadik megjegyzés, a második világháború kapcsán pedig a magyar hadsereg szigorúan büntették az erőszakot. Apám, aki katonaként szolgált a második világháborúban, több ilyen esetnek volt a szemtanúja, nem az erőszaknak, hanem a büntetésnek. Két órával az egyik katonát az erőszak után Lengyelországban már főbe is lőtték. Tehát a második világháborúban népek, nemzetek és kultúrák is összecsaptak, de az elsőben is, és a legveszélyesebb itt az első a balkáni frontok. Az első világháborúban az orosz tisztek és az orosz hadsereg az első időben mindenképpen nagyon kulturáltan igyekedett viselkedni ezen a téren. Aztán később ott is változott a helyzet.
Még esetleg egy nagyon rövid kérdésre. Vagy már csak egy lábjegyzet, hogy a nők, tehát a öld az ellenséget. Egy nőt háromféleképpen lehet megölni. Három stációja van. Az egyik, ugye az elmúlt világban, mikor még hosszú hajúak voltak a nők, ha megszabadítják a fej ékétől a haját, levágják. A második stáció, mikor megerőszakolják, az egy halál a nőnek. Az ugyanolyan, csak nem vérrel történik, tehát nem folyik ki a vére, és a harmadik, mikor megerőszakolják a nőket, akkor a végén még meg is kell ölni. Tehát háromszoros halál jut egy nőnek, egy férfi puska golyó helyett. Akkor még... Igen, még akkor kettő kérdés. Jó, és akkor utána. Krasó László. Vietnámban ugye 35 ezer gyerekről beszélünk körülbelül. Változatosság kedvéért én is Balla a lezeredes úrtól szeretnék kérdezni. A 20 krajcáros vagy 20 filléres óvszer rossz minősége már néhányszor itt szóba került valamennyiüknél. Nem kívánt terhességekről a kénők esetében van-e valamilyen kimutatás, illetve amikor ez bekövetkezik, akkor hogy járnak el a kénők esetében? És ha még a válasz előtt, ha egy megjegyzést szabad még hozzáfűznöm a Széchenyi tanárunknak az előadásához, itt talán a ma este folyamán Nékám Lajos neve került elő a legtöbbször, hogy a magvak jó földbe kerültek annak idején, mi sem jellemzi jobban, mint hogy több generációt követően ma már ugye Nékám Kristóf professzor, az egyik leghíresebb magyar allergológus, negyedik generáció. Én köszönöm szépen. A prostituáltaknak a terhessége, ez nagyon érdekes probléma, amit felvetett. Általában statisztikák szerint, amikor elkezdi valaki a prostitúciós karrierjét elkezdi, akkor ha akkor nem lesz terhes rögtön az első 2-3 hónapban, akkor megszüli, erre vannak is adatok, hogy például a mai Heimpál kórháznak a helye egy állami gondozó, egy ilyen árvaház volt, ahova a prostituáltak nagyon gyakran beadták a megszületett gyereket. Körülbelül egy fél évnyi pénzt tudtak adni a szoptatódadusnak, akkor ez a Heimpál kórházat, a Nagyváratér, az még nem tartozott Budapest közvetlen területéhez, tehát az már periféria volt, és nem túl messze innen kis gyereksírokat találtak, mert a szoptatós dajkák, ameddig tartott a pénzt, addig adták a tejet, utána meghaltak ezek a gyerekek. Na most a nagyfokú forgalom miatt folyamatosan olyan fertőzéseket kaptak, olyan endometritis, tehát a méh belső nyálkahártyájának a gyulladását, ami egész egyszerűen képtelenné tette őket arra, hogy terhesek legyenek. Tehát aki az első fél évet túlélte gyerek nélkül, terhesség nélkül, azok már általában nem estek teherbe. Akkor szeretném zárni a szót, mert kifutunk az időből, és nem szeretném tovább a közönség türelmét igénybe venni. Annyit még mindenképpen szeretnék jelezni, hogy a további események valószínűleg februárban várhatóak. Első körben a háború és propaganda, illetve színház szerepét tekintenénk végig. Illetve annyit szeretnék még jelezni, hogy nemrég beindult a Facebook oldalunk, a Habsburg Történeti Intézet Facebook oldala, illetve a honlapon is megtalálható minden esetben az eseményeink listája, és erről a regisztráció alapján kapott e-mail címeken is tudjuk értesíteni önöket. Úgyhogy még egyszer köszönöm a figyelmet, köszönöm előadóinknak, és további szép estét kívánok mindenkinek. Viszontlátásra!